Sziasztok, itt Orenz után. Újra kihívás videó, méghozzá újra könyvvel. Most keresek egy oldalt. Mondjuk ezt. Ezt fogom felolvasni, de nem akárhogyan. Fejjel lefelé fogom elolvasni az egészet. Tehát ez egy totálos kihívás lesz, avagy ezt után fejjel lefelé olvas egy könyvet. Ebből fogjátok látni, hogy fejjel lefelé van. Úgyhogy lássuk is hozzá. A legjobb könyvek, a legrégebbi könyv. 1943... Van csak ez. Csodás... Ja igen, ez jobb oldal volt tulajdonképpen, úgyhogy... Bal oldal az jobb oldal van. Csodás mosás. Az alábbi filmeket látva úgy tűnhet a hollywoodi filmesek egy csodás új találmánnyal álltak elő, amely feleslegessé teszi a mosást, az öntisztuló ruhával. A Harry Potter és a Bölcsek Köve című filmben egy bolyhoska nevű óriási kutya végig hempereg Ron Weasley ingén. A következő jelenetben azonban, amikor Ron beleesik az ördög hurokba, az inge csodálatos módon tiszta és száraz. Az öntisztuló ruha még csak nem is új találmány, az Óz a csodák csodája, 1939 főhőse, Dorothy beesik egy disznó olba, de a ruhája mintha csak elvarázsolták volna, tökéletesen tiszta marad. A legkevésbé angyali angyalok. Az ember azt hihetné, hogy azok a hölgyek, akiket angyaloknak neveznek, és akik a Charlie angyalai 2000 főhőseiként életüket a bűn ellen. Harcnak szentelik. Mindig tiszteletben tartják a törvényeket. Ezzel szemben a történet szerint e három nő semmi kivetni valót nem talál abban, hogy fizetés nélkül távozzon egy étteremből, behajtanak egy autós gyors étterembe, autós gyors étterembe, rendelnek valamit, majd
Anélkül, hogy fizetnének, tovább hajtanak, micsoda szégyen. A legjobb könyv, a legrégebbi könyv, 1943-ban Bulgária délnyugati részén munkások egy csatorna ásása közben egy ókori sírra bukkantak, melynek falait festmények borították. Egy sírból került elő az eddig ismert legrégebbi többoldalas könyv. Az etruszk nyelven íródott könyv 6 lapból állt, és színaranyból készült. Az etruszkok a mai Olaszország területén éltek több mint 3000 évvel ezelőtt. Írásos emlékek korábbról is maradtak fenn, de ezek csak egyoldalas szövegek. A Bulgáriában talált könyv lapjai a modern könyvekhez hasonlóan az egyik élük mentén egymáshoz vannak erősítve. Belül a lapokon egy lovas, egy sellő és néhány katona képe is látható. A könyvet egy férfi alán ajándékozta a Bolgár Történeti Múzeumnak azzal a feltétellel, hogy kilétét nem hozzák nyilvánosságra. A legrégebbi máig fennmaradt nyoma nyomatott könyvet észak-nyugat Kínában egy befalazott barlangban találták a múlt század elején. A mű a gyémánt szútra Gyémánt szútra egy csodálatosan illusztrált változata, egy több mint 5 méter hosszú 7 papír csíkból összeillesztett fadúcos nyomtatású tekercs. A rajta lévő dátum szerint 898-ban készült kínai nyelven. Na, ez volt a túltágos olvasás. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és voltok egy lájkot. És ha szeretnétek, hogy van fejjel lefelé csináljak, akkor írjátok egy kommentben. Úgyhogy...
Ez volt a Tótáros kihívás második része. Szevasztok!